A Német Nemzetiségi Napot a tavalyihoz hasonlóan idén is az Országos Schiller Fesztivál programjával közösen rendezték meg Pakson a Sárgödör téren. Az ünnepélyes megnyitó előtt a hangulatot a Rocsel Schiering zenekar alapozta meg. Minden egyes rendezvényünknek ugyanez az alapcélja, a hazai, tehát a hazai alatt a paksi, környékbeli, aztán az egész Magyarországot is belevehetjük ebbe, sváb kultúrának a bemutatása, megmutatása, annak táncainak, zenéinek, szórakozás módjainak bemutatása, mert itt is nem csak zene, hanem a szórakozást is meg tudjuk mutatni, hál' Istennek a színpadon. Valamint a rendezvényen fellépési lehetőséget biztosítanak azoknak a gyerekeknek, akik az általános iskolákban a Német Nemzetiségi Óra keretén belül táncot is tanulnak. Az eseményen Hajdú János paksváros polgármestere beszélt a magyarok és a svábok közötti több mint 250 éves jó kapcsolatról. Mindig tudtunk számítani a német kisebbségi önkormányzat képviselőire, vezetőire, tagságára, akinek a munkáját a költségvetésben természetesen mi minden évben komolyan támogatunk, hiszen a kultúra ápolásába, a külkapcsolatainkba, a testvérvárosi kapcsolatainkba igen nagy jelentős segítséget nyújtottak. A jó partner kapcsolat emellett még az oktatásra is kiterjedt, tette hozzá a Paks polgármestere. A rendezvényen átadták az Arany Rozmarin díjat, amit idén Szabadi Jánosné, a Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola tanára vehetett át. A kitüntetéssel az eddig elvégzett munkáját ismerte el a Német Nemzetiségi Önkormányzat. 1988-ban voltam először német diák, magyar gyerekekkel Németországban, akkor még az atomerőművön keresztül folyt ez a kapcsolat. 88 után 90-ben is vittem egy diákcsoportot NDK-ba, és utána 91-ben, 92-ben az akkori testvérvárosunkba, Gubinba, nemzetközi német táborba vittem paksi gyerekeket, és régebben még Paksnak volt egy másik testvérvárosa is Laudában. Oda is az én osztályomból mentünk Németországba gyerekekkel, vendégcsaládoknál laktak a diákok. Az Arany Rozmarin díjjal kitüntetett pedagógus ezen felül 19 éve szervez diákcserét Paks és annak testvérvárosa Reichershofen között. Mint azt elmondta, fontosnak tartja az ilyen jellegű utazásokat, mivel ezek nem csak a nyelvtanulásban segítik a gyerekeket, hanem ezáltal más kultúrákat is megismernek. A programot este bezárta.